Bemutatták a Levéltár munkatársainak új kötetét, mely Gyula múltjának érdekes epizódjait dolgozza fel. A Várszínházban a zene és a tánc történetéről hallhatott előadást a közönség, a napokban debütált Sztojka Tibi új videóklipje és Balázs Anita új mesekönyve. A folytatásban Lakatos Dominik Zoltán és Csapó Zoltán Zétény meséje következik, majd régebbi felvételeink közül válogatunk. Kedd este bemutatták az Annó Gyula Mozaikok Történetek Városunk Múltjából című kötetet az Almási Kastély kápolnájában. 2010 és 2012 között, mintegy másfél éven keresztül, összesen 143 cikk jelent meg a levéltárosok tollából. Szinte minden fejezetet érintő írás elkészült ebben a kötetben, talán az első fejezetet a helybenjárást leszámítva, a nőtörténettől kezdve az utazás, szabadidő, kikapcsolódás tematikájáig sokféle témát érintettem, ami a levéltári forrásfeltárás során előtérbe került, illetve a Kisvárosi Polgárok című 2010-ben megjelent tanulmánykötetünk, forráskiadványunk összeállítása kapcsán látóterünkbe került források közül is válogattam, az is sok ötletet adott a cikkek megírásához. Két ötlet is felmerült, hogy hogyan lehetne tematizálni a kötetet, amelynek az írásait másfél év alatt 2010-től és 2012 között a levéltár akkori munkatársaival jelentettünk meg, és ezek az írások tényleg felölelték a naptári év egészét, aktualitásokra is próbáltunk reflektálni, fölmerült az, hogy a feldolgozott témák kronológikus rendjét vesszük alapul a kötet sajtó alárendezésekor, de végül azt a megoldást tűnt szimpatikusabbnak, hogy 10 fejezetbe rendezzük az írásokat, és így próbáljuk az olvasót vezetni ezek közül a terítékre került témák között. A helyben járás Gyula topográfiájáról, köztereiről mesél. Az idegenben pedig a várostól hosszabb, rövidebb időre búcsút vett gyulaiak élményei közül válogat. A Városunk Krónikájából című fejezet a város történetének fontos mozzanatait eleveníti fel, a középkortól kezdődően a 20. századig. Nehéz kiemelni, mert annyiféle van a középkortól gyakorlatilag a 60-as évekig, a szocializmus koráig. Talán mondok egy olyat, ami egy kicsit szomorú, mindig megrendít. Elolvasok egy siralmas éneket, ami 1689-ben készült. Ugye a tankönyvekben az van, hogy ez a terület elnéptelenedett. Ebben egy prédikátor meséli el, hogy a gyulai piacon hogy adták el mellőle a 4 éves fiát. A modernizálódás útján részben a helyi ipari létesítmények, szolgáltatások kialakulásáról szóló írások olvashatóak. Az ünneplőben olyan kivételes alkalmakról van szó, mint többek között a főispáni beiktatás, a császárlátogatás, valamint a karácsonyi ünnepkör szokásai. A Hölgyeim és Uraim fejezetekben közismert gyulai személyiségek életéből villantanak fel epizódokat. A Segítség a bajban fejezet írásai az egészségügyi ellátást, vagy éppen a tűzvédelem módját mutatja be. A Fehér Asztal örömei a gasztronómiát járja körbe. Olyan 10 írásom jelent meg ebben a könyvben. Elég vegyes a tartalmuk, főként, hogyha számot kéne vetni, ha bár nem tematikusan, de általában valamilyen szobortörténetről írtam, illetve karácsonyról, szórakozásról, színésznőkről, régi épületekről, illetve az egykori Lenin szoborról található egy érdekesebb oknyomozási cikk, illetve Mészáros Kármán vadászról is található, aki Abesszíniában töltött egy hosszabb időt, róla is egy érdekes írás jelent meg. Mai iskola, egyes iskola helyén, a régi egyes iskola helyén volt egy nagyon régi békésvármegyei fogadó, amely a legrégibb fogadó volt a térségben. Ennek a történetét foglalom össze, és egy olyan emberről is olvashatunk itt, aki ebben az épületben tragikus körülmények között halt meg.
illetve egy olyan írás, ami mai napig emlékszem, tulajdonképpen ilyen mindenféle szórakozásról szól, ami, ahol egykoron Gyula polgárai szórakozhattak, akár cirkuszokat vettem gorcső alá, vagy olyan ilyen beszélőkutya számokról számot adó cikkekből vettem az ihletet, ami kiderült utóbb, hogy még a nagypapám is részt vett rajta. Vagy egyik kedves írásom, amikor a régi hármas iskola, a mai Implom általános iskola kertjében található gúla, kőgúláról is írtam egy kisebb cikket, és ez azért is emlékezetes, mert egy akkor 90 éves bácsi bejött a levéltárba, engem keresett, és elmondta, hogy ő is építette ezt a kőgúlát, ők vitték oda, és mint igen fiatal kőműves részt vett az építésében. Ami különösen érdekes volt számomra, nagyon sok forrást használtam fel, természetesen a Békés megyei levéltár forrásaiból, például a gyulavári hősi szobornak a története, amely szerintem különösen érdekes. Arról írtam igazából, hogy hogyan történt maga a szoborépítés, hogyan történt maga a helyszín rendezése, kinek a birtokában volt ez a tulajdonképpen ez a része Várinak, illetve az ezzel kapcsolatos hatalmas és nevezetes rendezvényt is megemlítem. A kötet 10. egyben záró fejezete a körök egyletek munkájáról, a sportolási, szórakozási lehetőségekről ad széles spektrumú áttekintést, szabadidő kikapcsolódás címmel. A levéltárnak volt egy rovat a 2010 és 12 között, ez volt az annó rovat, és ebben hetenként egy-egy cikk megjelent levéltárosok tollából, és összesen 143 cikket írtunk a körülbelül 2 év alatt az újságban, és ezeknek a cikkeknek az összegyűjtött változata jelenik most meg a kötetben. Én főleg, ahogy így megnéztem, a Duna modernizálódása, meg az ipar történet, ami főként nekem megjelent a gyufagyárról, a bakancsgyárról, a képkeretlészgyárról egy-egy cikkem, illetve még a sport, ami több cikkben megjelent, a sportelepről írtam, illetve a gyulai atlétikai klub megalakulásáról, a Korcsolya pavilonról, tehát így nagyjából ez a két fő vonulat, de persze volt egy-két más téma is, a mentő egyesület, akkor a tűz elleni védekezés, úgyhogy ilyen úgy több rétű volt, de ez a két fő téma, amit ki lehet emelni. 1914-ben alakult meg az atlétikai klub Gyulán. Ugye voltak már a 19. században is előzményei a sportegyesületeknek, de azok nem voltak hosszú életűek, és a 12-ben a stockholmi olimpián elért vívó sikerek hatására határozták el, hogy akkor Gyulán is létesüljön egy sportegyesület, illetve a még ösztönzőleg hatott a akkor ilyen viszonylag újdonságnak számított a futball, és így nagyon gyorsan népszerűségre tett szert, és ez a két tényező okozta azt, hogy akkor elhatározásra jutottak, hogy alakuljon Gyulán is egy sportegyesület. Lábújhegyen zenéről és táncról Párban címmel Megyeri Léna tánckritikus és Bősze Ádám zenetörténész vetette össze a zenét és a táncot a saját nézőpontjukból, és hogy hogyan is alakult ki történetük az elmúlt évszázadok folyamán.
Bősze Ádám felidézte a koreográfusok és komponisták különös kapcsolatát, és hogy miként talált közös útra a két műfaj. Lábújhegyen címmel van Megyeri Lénának és nekem egy közös sorozatunk. Léna tánckritikus, én pedig zenetörténész vagyok, és a tánc történetét két oldalról megvilágítva vesszük végig. Tánc történeti és zenetörténeti oldalról. Nyilván a teljesség igénye nélkül, egy-egy jobbfajta korszakot kivéve, vagy kiszemelve, és ez egy 8 részből álló sorozat, amely Budapesten is megy, meg más helyen is, Esztergomban is van egy előadása, de most ide Gyulára egy olyan summázatot hoztunk, egy olyan keresztmetszetet, mint amilyen régen volt az operákból. Régen jelentek meg ilyen lemezek, hogy népszerű operákból keresztmetszet, csak bizonyos népszerű tételek, ismertebb áriák vagy dallamok jelentek meg ezeken a felvételeken. Ilyen lesz ez a mostani előadás, az egész tánc és zenetörténetből néhány fejezet, amelyik egyrészt a mi kedvencünk, meg másrészt reméljük, hogy a közönség kedvence is lesz. Több fejezetre bontották a zene és tánc történetét. Kedvenc részeikre különösen nagy hangsúlyt fektettek. Ilyen hozzánk közel álló, és remélem a közönség tetszését is elnyerő fejezet maga a balettnek a kezdete. 14. Lajosnak, a Napkirálynak az udvarában, amikor még a zeneszerzők nem pusztán komponisták voltak, hanem koreográfusok is. Volt úgy, hogy egy baletthez előbb készült el a koreográfia, és csak utána a zene. Nem úgy, mint manapság, ahogy szokott lenni, amikor hát a zeneszerző megírja a muzsikát, és arra a koreográfusok megálmodják a tánclépéseket. Aztán egy másik ilyen számomra kedvenc rész, Anglia 18. század, amikor egy-egy opera előadás, amelyikben balett is volt, egyszerűen üzleti vállalkozás volt. Nem úgy, mint ma, hogy az állam finanszíroz mindent, hanem akkor komoly vállalkozók voltak. De szó kerül, ha már karácsony előtt vagyunk, Csajkovszki diótörőjéről is egy picit, utána a századfordulóról és a Ballet Russe, az orosz balettnek a franciaországi kalandozásairól is. Megyeri Léna a balett világáról és a tánc terjedéséről nagyobb léptékekben beszélt. Igazából a tánc történetnek három fontos fordulópontjáról, három fontos korszakáról fogok majd beszélni. Az első az a 14. Lajos király udvara, a francia barokk korszaka, amikor is tulajdonképpen a balett megszületett, tehát igazából a színpadi balettnek ott kereshetjük a gyökereit. Aztán a következő fontos fordulópont igazából az orosz fordulat, amikor Oroszország lett a balett életnek a központja, és egész Európából áramlottak oda nagyon tehetséges művészek, és persze aztán később meg már Oroszország importálta gyakorlatilag a művészeket, és aztán onnan is mentek különböző Európa különböző részeire a koreográfusok és táncosok. És a harmadik, amiről pedig beszélni fogok, ez Gyagilev orosz balettje, ami pedig tulajdonképpen az egyik legmeghatározóbb együttese a 20. századnak, és minden nagy együttes, ami ma is létezik mondjuk Európán belül, vagy akár Amerikában, a New York City Balett, annak valahol itt kereshetjük a gyökereit. A tánc és a balett iránti érdeklődés sose lankadt az idők folyamán. Ez mind a közönség, mind a táncosok számából ugyanúgy látszik, mint a Várszínházban összegyűlt nézőkön. Én azt gondolom, hogy a balett azért mindenhol a világon egy elismert műfaj ma is, annak ellenére, hogy ahogy mondtam, tulajdonképpen egy 400 éves történelme van, ma is nagyon népszerű, és nagyon sokan szeretik. Hát ha csak belegondolunk, most karácsonyhoz közeledünk, és itt van, tele van diótörő előadással az egész ország, ugye az Operaházban is rengeteg diótörő előadás van, de ezen kívül sok más helyen is lehet látni az országban, és rengetegen mennek megnézni, és a gyerekeknek is ez egy belépő a balett világába, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan egy népszerű műfaj, és az is fog maradni még nagyon sokáig. Boldog Karácsony címmel jelent meg harmadik, ehhez az ünnephez kapcsolódó videóklipje Sztojka Tibinek december 6-án. Ami érdekesség, hogy én mindig szeretek itthon forgatni, mármint Békés megyében, és hogy ennek a dalnak a videóklipje itt Gyulán forgott, úgyhogy ez külön nagy öröm volt számomra. Az ifjú és az idős, a gazdag és a szegény, mindannyian vártuk már, nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy nagyon profi csapattal dolgozom együtt. Úgyhogy viszont van olyan, amikor azért én is besegítek, úgymond, amikor olyan jellegű dalt írunk.
Például itt a karácsonyi dalnál, itt már azért én is közreműködtem. Mint dalszövegíró. A legszebb ajándék, mit tőled kaphatok, hogy itt vagy mellettem, nekem több már nem is kell. Mindenképpen annak a híve vagyok, hogyha egy kicsit erősebb dalt jelentetünk meg, akkor valami tehát klip formájában párosuljon. Tehát, hogy ne csak egy szimpla képként kerüljön föl ugye a világhálóra. A karácsonyi daloknál meg abszolút azon vagyok mindig, hogy egy szép videóklip legyen, és azt gondolom, hogy itt a Boldog Karácsony című dalunknál ez sikeredett. Hamarosan megjelenik Sztojka Tibi harmadik albuma. Igen, szerencsére nagyon jól hallattunk ebbe az évbe, és már a harmadik albumom dalainak a végét most fejeztük be. Viszont ugye a decemberi megjelenés, ezt picit eltoltuk január-február környékére. A dalaimnak a nagyobb része ugye szerelmes történeteket dolgoz föl, de azért most a harmadik albumon már olyan dalok is szerepet kaptak, ami mondjuk a kisgyermekkorról szól, a múltat felidézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a harmadik album elég színesre sikeredett. Sztojka Tibi elmondta, előadóként nehéz érvényesülnie Békés megyeiként a fővárosban. Sokkal nehezebb innen Békés megyéből építkezni, tehát ami a zenei munkásságomat illeti, mint ha ott élnék. Tehát ugye nyilván ott van minden központ, ismerettség, és tehát olyan lehetőségek vannak ott, amiért ugye mindig föl kell utaznunk. És azért Békés megyéből elég nehéz ezt a dolgokat így, főleg az időt. Ugye az, ami nekem nagyon nehéz összeegyeztetni. Azt gondolom, bevallom őszintén, hogyha mondjuk Budapesten élnénk, akkor már lehet, hogy egy picit előrébb tartana ez a zenei karrierem, de hát most ez van, úgyhogy megyünk tovább. Balázs Anita első nyomtatásban megjelent munkáját mutatta be nemrég a Városi Könyvtárban. A Meseköntösben a 21. század című könyv elsősorban a nagycsoportos óvodásoknak és a kisiskolásoknak szól. 10 mesét tartalmaz a kötet, és az az érdekessége többek között ennek a könyvnek, hogy mindegyik mese valamilyen mai, modern, jelenkori témát dolgoz fel, mint például az internet használat kapcsán a Facebook vagy az Instagram, a globális felmelegedés, a felelős állattartás, vagy éppen a szerencsejáték függőség, és ehhez hasonló más érdekes témák. Azt gondoltam, hogy ez egy hiánypótló kiadvány lesz, mert amennyire tudom én és a környezetemben lévő ismerőseim, nem igazán van még a piacon hasonló olyan könyv, ami egy kicsit így a mai jelenségekről, a mai eszközökről beszélne a gyerekeknek, főként ugye gyereknyelven, de azt gondolom, hogy a gyerekeket nagyon is érdeklik azok a dolgok, amik a felnőttek világát övezik, ha lehet így mondani, és nagyon figyelnek arra, hogy mi miről beszélgetünk, és lehet, hogy nem is gondoljuk, hogy ők hallgatóznak, de azért a kis fülük az sokszor ott van, és sokszor ejtenek egy-egy olyan gondolatot vagy mondatot, amiből kitűnik, hogy ők bizony figyelnek arra, hogy a felnőttek miről beszélgetnek, és nagyjából 3 évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy akkor újságíróként dolgoztam, és hogy megpróbálom egy picit akkor ezeket a mai témákat meseköntösbe öltöztetni, és megpróbálkozom a meseírással. Egyik kedves barátnőm volt az, aki elsősorban biztatott, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy valóban ez egy hiánypótló kiadvány lehetne. A nagy szalontai írónő elmondta, munkája során törekedett arra, hogy egyszerűbben fogalmazza meg a meséket a fiatalok számára, hogy a feldolgozott történetek érthetőbbek legyenek számukra. Nagyon fontos volt azt kitalálnom, hogy mégis hogyan legyenek megfogalmazva ezek a mesék, hogy minél egyszerűbbek legyenek, minél könnyebben érthetőek a gyerekek számára, míg azért egy újságcikkben ott ugye azt felnőttek olvassák, ott nem kell annyira törekedni arra, hogy minél egyszerűbb szóhasználat legyen, és minél lineárisabb vonalvezetés, de itt a gyerekek esetében ez volt talán az egyik ilyen fontos dolog, amire igyekeztem odafigyelni, hogy az ő nyelvükön legyenek elmesélve ezek a sokszor nehéz témák és nehezen megfogható jelenségek. Balázs Anita elárulta,
szeretné folytatni ezt a könyvet újabb 10 mesével. Én szeretném, hogyha ennek a mesekönyvnek születne majd egy második kiadása, egy folytatás újabb 10 mesével. Aztán ez azért sokban függ attól, hogy mi a közönségnek a visszajelzése. Gondolok itt a gyerekekre és a felnőttekre, szülőkre, pedagógusokra egyaránt. Nekem nagyon fontos, hogy ők mit mondanak, mert valóban azt gondolom, hogy csak akkor érdemes írással foglalkozni, és meseírással is, hogyha az megtalálja a közönségét, tehát hogyha van értelme, és hasznát veszik a gyerekek is, és a felnőttek is a mindennapokban ezeknek a meséknek. Már vannak ötleteim, mindet nem szeretném elárulni, hogy ne lőjük rá a poént, de például ugye sajnos a háború az egy olyan téma lehet, ami a napjainkban ismét ugye jelen van, úgyhogy valószínűleg a háború kapcsán születni fog egy mese, és ugye a halálozás is egy olyan dolog, amiről a gyerekek sokszor nem igazán tudják, hogy mi is az, és hogy hova tegyék, hogy hirtelen akár egy szerettük ugye eltűnik, úgyhogy talán ezt a halál témáját is egy kicsit érdemes lenne körbejárni egy mese köntösbe öltöztetett téma kifejtésben, úgyhogy ez a kettő biztosan sorra kerülne majd a következő kötetben. A korlát, a béka és az egér népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy béka. Ez a béka egy nap összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman beszélgetni kezdtek, s elhatározták, hogy ők ezentúl együtt laknak, együtt élnek, s rökös barátok lesznek. Az egeret megtették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, s a kolbászt szakácsnak. Így mentek a dolgok, egy hónapig a béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrani, meg hamar tudott jönni-menni. Az egér kisefregette a szobát, és hozott be fát, meg vizet. A kolbász meg szakácskodott, és olyan jó ételeket csinált, hogy örökké csak nyalogatják a szájukat. Akármennyit tettek, nem tudtak vele betelni, mert annyira jó volt az étel. Az egy hónap letelte után azt mondja a kolbász, na, új hónap kezdődik, most melyik őtök lesz a szakács? Hát legyen a béka, javasolta az egér, megtették. Hát a békát szakácsnak, neki fogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott. Főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessék. Már 3-4 napja szakácskodott, de csak nem javult a szakács tudománya. Ezért a többiek felmondták neki. Legyen inkább az egér a szakács, javasolta a kolbász. Megkezdett hát az egér szakácskodást. Már ő is főzött vagy 2-3 napot, de ő se tudott olyan jó ételeket készíteni, mint a kolbász. Szólították hát a kolbászt. Főzzél inkább továbbra is te, mondta neki az egér. Igen, te vagy a legjobb szakács, főzzél csak te, mondta neki a béka is. A kolbász ezt válaszolta, én az én hónapomat már régóta lefőztem. Hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondom a barátságot. Valahogy azonban csak megkérelték a kolbászt. És azt mégis elvállalta, hogy még egy vagy két napot ő főz. Közben a béka kigondolta, hogy megtanulja, hogyan főz a kolbász. Neki fogadt, hogy meglesse, mit csinál. Hát, mikor a leves meg volt főve, a kolbász félrehúzta a fazekat tűzről, és egy kis idő múlva, mikor látta, hogy nincsen sehol senki, beledobta magát lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, és akkor kijött. Hopsza, gondolta a béka. Most már én is tudom, hogyan kell csinálni, azért olyan jó a leves, mert beledobta magát, s megfürdőzött benne. Másnap ajánlkozott a többieknek. Na most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni. Oda tett egy jó nagy fazék vizet a tűzhelyre. Tüzet csinált, s főzte, mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve a fazékba. Nem várta meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem mikor a legforróbbat beleugrott.
Hát jól meg is járta, alig tudott kiszökni onnan. És úgy összeforrázódott, hogy összefutott a hátán a bőr. Azóta van varasbéka. Nagy nehezen félreállott a főzésből, de szegény alig tudott mozogni, úgy összeégette a forró lé. A kolbász meg az egér, mikor megmondta neki, hogyan járt, jól kikacagták. Így hát felbomlott a barátság, és attól fogva mindenki különelt, máig is különelnek és külön halnak. Egyszer volt Budán kutyavásár népmese. Egy ízben az áruhás Mátyás király kiszolgált katonaként járta az országot, s egy falu határába vetette a sorsa. Látja ám, hogy az egyik földön hatökörrel szánt a gazda, míg a szomszéd parcellánban egyetlen csontás soványodott ökörrel pallódik a szomszéd. Oda lépett hát a szegény szomszédhoz, és beszédbe elegyedett vele. Szószót követett, s azt a tanácsot adta neki, hogy vigyen föl kutyákat a budai vásárba, mert mostanában igen jó áron lehet eladni őket. Megfogadta az ember a tanácsot, összeszedett jó néhány falusi kutyát, és fölvitte őket Budára. A piac téren nagyon nagyot nézett ám a porkoláb, amikor megpillantotta a szokatlan árut. Tisztuljék a piacról, akinek nincs eladni valója, felmet rá a szegény ember. Ez mindeladó porkaláb, uram, tiltakozottam az, a budai vásáron még kutyaből sem vesznek, nemhogy kutyát? Nevetett a porkoláb. Ám, ha megfizeted a helyi pénzt, tőlem akár békát is árulhatsz. Mérges lett erre az ember, haragosan vont össze a szemöldökét, becsapott volna az a nagyon rú katona, nem által csúfa tűzni egy ilyen szegény emberből, ám ebben a pillantásban nagy zsibongás támadt, és megnyílt a vásározó tömeg, utat engedve a felséges Mátyás királynak és tízes kíséretének. A király megállt a szegény ember előtt, és szemügyre vette a kutyákat. Majd a kíséretéül szolgáló nemes urakhoz fordult. Azért kérettem ilyen hirtelen az urakat, mert nem szeretném, ha bárki is elvásárolná előlünk e nagyszerű ebeket. Kényesebb, szebb kutyája mindenkinek lehet, de jobb nem igen. Ez az ember kész odaadni darabját 10 aranyért. Alkalmi véter, uraim, csupán magamnak 2 veszek. Azzal odalépett, kiválasztott 2 kölyök kutyát, és a karjába vette őket. Az Isten áldja meg, felséges uram, hálálkodott a szegény ember, aki ekkorra már felismerte Mátyás királyban a nagyon rú katonát. A nemes urak nem igen értették, hogy miért kellene falusi korcsokat vásárolniuk, de inkább arra a belátásra jutottak, hogy bölcsebben teszik, ha nem akadékoskodnak uralkodójuk előtt, és mindannyian vásároltak az állatokba darabját 10 kemény aranypénzért. A szegény ember minden kutyáját eladta, boldogan és gazdagon tért haza a falujába, ahol elúságolt a szerencsét a szomszédjának, a módos hatökrös gazdának. Kitűnő ára van most a falusi kutyák, Budán gazduram. A hatökrös gazdát elfogta a sárga rítség, és úgy döntött, hogy ő is megcsinálja a szerencséjét. Mindenét pénzét tette, és felvásárolta rajta a környék összes kutyáját. A nagy testű házőrző ebektől a pásztor kutyákon át a falu széli sántavakarcsik. Összevásárolta volna a félvilág kutyáját is, ha tartott volna a pénze, s ha nem akart volna felélni már kora hajnalon a budai vásárba. Amint megérkezett, kifizette a helyi pénzt, és neki látott kínálni a portékáját. Tessék a jó házőrző kutya,
Nosságos uraim, csak udvari uraknak? A fajt az tiszta alföldi ebekből, ám legnagyobb csalódására senki sem akart vásárolni belőlük. Mátyás király is kíséretesen jelent meg aznap. Csupán az udvari balon tette tiszteletét a piac téren, aki annyit közölt a felső tebárussal. Egyszer volt Budán kutyavásár, többé nem lesz. Az ember gúnyos pillantásokat vetettek a gazdára, ám a pillantás csak hamar haragossá változott, amikor a kutyák elúgták a tétlenséget. A hatalmas kutyas reglet megvadult, kergetni kezdték a piac téri macskáit, összeverekedtek, fölborították az árusok sátrait, végül szétszaladtak a szélrózsa minden irányába, a módos gazdának pedig a remélt vagyon helyes, csak a kalóda jutott büntetésképpen a rendháborítását. Benedek halálának 100. évfordulóján méltón emlékeztek a gyulaiak. Megtörtént a jóvátétel, eredeti helyén a szobor. Az apát plébános korának pótolhatatlan egyénisége volt, amit alkotott, maradandónak bizonyult. Mondotta dr. Ceglédi Imre a megemlékezés zárszavaként. Erről készült összefoglalón következik. Göndöcs apát az tulajdonképpen mint egyházi ember és mint világi ember miként ténykedett, mik voltak azok a maradandók, amiket alkotott városunkba? Én azt hiszem, hogy elsősorban pap volt. Tehát olyan lelki mozgolódást hozott, amit utána Apornak az idejében lehetett látni, talán még mélyebben. Másorban pedig olyan ember volt, aki tudott nagyot gondolni, és ezért mindenféle áldozatot meghozni. Közéleti embereknél is gyakran található, hívő, vagy már pláne papoknál, lelkipásztoroknál nagyon gyakori ez az áldozathozatal. Ő tanult, tehát amit látott, azt úgy magába szívta, ebből adódtak a tervezései, és ezért minden áldozatot, anyagi áldozatot is, erőfeszítést is meg tudott hozni. Azt hiszem, ebben van az ő nagy egyénisége, hogy ilyen motorja tudott lenni az egész elképzelésének, ami az egész városnak a hasznára volt. Századik évfordulóján Göndöcs Benedekre emlékezett Gyula városa. Az önkormányzat és a Római Katolikus Egyház szervezésében a kegyelet koszorúit helyezték el a néhai apát plébános sírjánál, a Szent Kereszt temetőben. 1932-ben Apor Vilmos indítványozta a Göndöcs szobor elkészítését. A szobor avatására 1933. május 14-én került sor. Az 1950-es évek elején a primitív dogmatizmus és egyházellenesség jegyében a szobrot eltávolították. Mostanáig a múzeum kertjében tárolták. Most Göndöcs Benedek halálának centenáriumán megtörténhet a jóvátétel, s eredeti helyén újraavatták a szobrot, Hécsi László művét. Az újraavatás Göndöcs Benedek életútjának ismeretében kötelességünk. Figyelmeztesse és emlékeztesse a szobor a gyulaiakat Göndöcs Benedek példájára és tanítására, kinek-kinek ereje és képessége szerint kell nap mint nap szolgálnia a közt, építenie, szépítenie és gazdagítania a várost, segíteni és vigasztalni a rászorulókat. Korának pótolhatatlan egyénisége volt, s amit alkotott, maradandónak bizonyult. Ezekkel a szavakkal zárta dr. Ceglédi Imre, nyugdíjas városi múzeumigazgató, az ünnepi megemlékezést. Mesélni kezdenek. Csodák órája érkezett el mostan.
A homokóra tán visszapereg? A művész keze ide varázsolta egy rég elporlat arcnak mosolyát. Fű, fa, virág őt mindig visszavárta. S itt áll most újra, jó Göndöcs apát. Elnézi újra régi mosolyával, amelyben annyi jóság ragyogott. Itt gyermek lepkét kergett hálójával, fáradt aggastyán pihent meg amott. És séta közben sokan megállnak. Hála virágot nyitnak a szívek, s hirdetik fennen széles e világnak, ki volt minékünk Göndöcs Benedek. Nagy lelke kincsét két kezével szórta, szemében áldott biztatás lakott, a csüggedőket talpra állította, sok bánat felhőt szertóztatott. Ott volt mindig, és mindenütt az élen, új küzdelemre és áldozatra kész. A fejlődő kisváros életében őtől leindult minden magvetés. Merengett lelke bár a múlt varázsán, a máért küzdve látta a jövőt. Elégedett nép vessen a barázdán, ez volt az álma mindenek előtt. Haladjon munkás és a földművelő szorgalmas méként új ösvényeken. Mindent azért tett, hogy az eljövendő új nemzedék majd boldogabb legyen. Azóta éltünk fája ketté roppant. Szép álma, most újra álomvilág. Ahol nemrég az ország szíve dobbant, határkarók mondják, hogy ne tovább, mint hótáblák a téli háztetőről, arcunkról rég lesiklott a mosoly. Hitet meríteni példás életéből a csüggett nép ide zarándokol. A népkert fáj ma ünnepet ülnek. Fű, fa, virág csak ő róla mesél, s azoknak, kik ma róla emlékeznek, sírja felől susogni kezd a szél. És szívünk húrján visszhangja kell, zengő, halljuk nagy lelke testamentomát, aki nem csügged, azé a jövendő. Így üzennékünk ma, Göndöcs apát. Göndöcs apát az tulajdonképpen, mint egyházi ember és mint világi ember, miként ténykedett, mik voltak azok a maradandók, amiket alkotott városunkba? Göndöcs apát plébános úr nélkül, abban a 20 évben, amikor részt plébánosként szolgált, szinte semmi érdemleges és fontos dolog nem történhetett a városban. Mindenben része volt. Mikor is volt pontosan azért még egyszer? 73-tól haláláig, 94 januárjáig. Tagja volt a városi képviselőtestületnek, országgyűlési képviselő volt, számtalan népkörnek, iparos körnek, méhészhegyületnek, tehát társadalmi szervnek, egyesületnek, körnek volt tagja, létrehozója és elnöke, sokszor mecénása, pénzelője, megalapítója. Szívén viselte a gazdasági ismeretterjesztést, ezért hozta létre a vármegyei méhész egyletet, ezért tartotta a plebánia udvarán búzatisztító gépbemutatót, és így tovább sorolhatnám. Szerepe volt a árvaház megalapításában, a gimnázium létesítésében, és nem utolsó sorban a szép Göndöcskert is nevéhez fűződik, akkor még népkertnek hívták, és a mögöttünk álló pavilont is ő hozta létre. Híve volt annak, hogy a népnek a sok munka mellett szórakoznia is kell, és ennek érdekében itt térzenék, népünnepélyek zajlottak, úgyhogy
szobra méltó helyre került, abbanak az épületnek a fülkéjében, mert ő alapított meg és hozott létre. Nem is hosszan lehetne sorolni tevékenységét és érdemeit, mondom, 20 éven át minden lényegi dologban Gyulán része volt, benne volt, és valamilyen formában segítette mindig a jó ügyet. Nem utolsó sorban bőkezű támasza volt a szegényeknek, senkit támogatás, pénzbeli adomány vagy jó szó nélkül nem hagyott, aki hozzáfordult. Sok ilyen emberre volna szükség a jövőben is a városban. Püspök úr, a jelenlegi fiatal papok körébe, akik nem ismerhették, hiszen 100 esztendeje halt meg, az ő egyénisége, vagy akár apor püspök egyéniségét miként próbálják átplantálni? Van erre lehetőség a fiatal papság körébe? Én kettőre gondolok. Az egyik az a lelkület, amit az egyháza tanításával, nevelésével próbál elérni, akár a fiatal papságban, akár gimnáziumokban, általános iskolákban. Tehát egy olyan megalapozott Isten és ember szeretet, ami erre a nagyon áldozatos mindent jól tenni és mindenkivel jót tenni akaró lelkületet próbálja kidolgozni. A másik pedig a mai fiatalságban is van egy bizonyos eszménykeresés, és hát nagyon sokféle eszmény van, nagyon sok múltbéli naggyal kell megismertetni, és hát főleg az egyházmegyén belül, egyházmegyei szemináriumban a nem csak világtörténelem, hanem az egyházmegye történelme is szerepel, és ezekben jönnek elő akár az ő, akár Rapportnak az alakja, élete. Göndös Benedek páratlan kedéllyel, aktivitással és munkabírással szolgált egy életen át. Nem csupán katolikus pap, lelki atya volt, hanem népnevelő, gazdasági ismeretterjesztő, fáradhatatlan szervező, közéleti ember, országgyűlési képviselő, számos társulat és egyesítő, egyesület alapítója és elnöke. Tette mindezt folyton mosolyogva és mosolyt fakasztva, vigasztalva és adakozva, Rákosi Jenő szavaival, az ország legkedvesebb embereként. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, igen tisztelt gyulaiak! Mindannyian egy kicsit megilletődötten vagyunk így itt együtt. Ahogy körültekintünk, valahogy egy olyan érzés vesz rajtunk erőt, hogy talán nem is olyan kicsi az a csapat, talán mégis bizakodhatunk a jövőnkben. Engedjék meg, hogy a város önkormányzata nevében megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljem az itt jelenlévő notabilitásokat. Nem fogok mindenkit felsorolni, eleve bocsánatot kérek, csak a legjelesebbek elejét. Gyulai Endre püspök urat, Réti István apát plébános urat, Nagy László esperes urat, és Markó István országgyűlési képviselő urat. Nagy alkalom ez. Ahogy hónapok óta készültünk erre a napra, nem tudtuk elképzelni azt, hogy milyen is lehet ez a mellszobor, hogy is fog kinézni. Még viták is voltak az elhelyezés körül, és kiderült, hogy egy nagyon szép helyen, egy nagyon jól elgondolt szobor elhelyezés volt ez bizony eredetileg is. És most, amikor a koszorúkat elhelyeztük a temetőben, és körülnéztünk a népkertben egy kicsit friss szemmel, akkor lélekben valóban megfrissültünk. És ahogy ezt az életutat meghallgattuk, egy kicsit el is szégyeltük magunkat. Elszégyeltük magunkat a kis hitűségünkért, azért, hogy sokan az elején közül milyen tevékeny életet tudtak élni, és minden bizonnyal mennyivel szerényebb lehetőségek között, mennyivel nehezebb körülmények között tudtak valami nagyszerűt produkálni. A feladat nekünk is előttünk van, és ezek a nagy példák és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy lélekben megerősítsük magunkat. Egy kissé elfogódott vagyok, amikor egy olyan előd
emléke előtt tisztelgünk, akinek olyan követője volt, mint a vértanú püspök Apor Vilmos úr. Sokan vagyunk kicsi, egyszerű emberek, akik valahogy fölnézünk mindig a hegycsúcsokra, és a bizalmunkat valahogy a hegycsúcsok fényéből vesszük, amelyet a nap, az örök szeretet napja világít, és próbálunk mi is az ösvényeken elindulni, hogy föl-föl, egyre följebb. Éppen ezért ne vegyék ünneprontásnak, ha egy régi újságcikkből szeretnék idézni. Szabóné Nógál Janka írja az egyik akkori újságban, eljött, tudnilik Göndöcs, és életre ébresztette Gyulát, az alvó várost, amelyre az unalom és a közöny borította testpedés takaróját. Most már szemembe tűnik a lapok hasábjain a többi küzdő, haladó város sorában, amerre Göndös Benedek nevét halljuk, nyomban feltűnik mellette Gyula neve is.